Figyelj már, Krisz, hallod? Mi újság a Farmer Ligában? Mesélj már valamit. Farmer Ligában? Hú, legunalmasabb csapattal most éppen kirúgták az edzőt, legkisebb csapat nemrég bevásárolsz, nem túl nagy sikerrel, tradicionális klubok tök szarú szerepelnek, az olajos csapat az meg csak a második helyen áll. Hát a Párizs az első. Miről beszélsz? A City a második. Te miről beszélsz? Te miről beszélsz? Kezdjük a hét pillanatával. Az elmúlt hétvégén szerintem több ilyen őrült mérkőzést is lehetett látni, hogyha valaki nézte mondjuk a Liverpool-Brighton meccset, az pont ilyen volt, vagy ha vannak olyan ínyencek, mint én, akik a Gironon a Real Sociedad meccset láttak, ami 3-5 lett, az is egy ilyen meccs volt. De biztos többen láttátok az Empoli-Milán találkozót, mint a Gironon a Sociedad meccset, az is egy ilyen őrült meccs volt, bár nagyon nem úgy tűnt, hogy azzá fog válni, ugyanis hát 0-0 volt így a 79. percig, és nem volt egy ilyen kirívóan izgalmas mérkőzés, sőt, mondhatni kifejezetten unalmas is volt, de ami akkor történt. Volt egy ilyen szituáció, amikor Tonali küzdött a labdáért az Empoli egyik játékosával, itt lehet látni is a képen, hogy ott küzd, ebből egyébként bedobás szituáció lesz. Pioli pedig ott áll gyakorlatilag a saját taktikai zónájában, ott látszik, hogy integet, hogy mit, hogyan kéne a játékosoknak. A következő képen már az látszik, hogy a bedobás kiment a labda, és a bedobásnál Pioli rögtön nyúl a labdáért, és már adja is oda Tonalinak a labdát, hogy minél előbb hajítsa be. És visszakattintom az első képet, hogy ez miért volt olyan fontos. Hát azért, mert Rafael Leão ott fent helyezkedik. Az egész szituáció egyébként egy pontrugás utáni helyzetet képezíti jelenleg a pályán. Na hát ezután volt az, hogy Tonali megfogta a labdát, azon nyomban behajította, hiszen ott volt Rafael Leão elől méterekre az Empoli védelme mögött, csak hát bedobásnál nincs les igazából, úgyhogy ez egy óriási, zseniális húzás volt Pioli-tól, aki tudta ezt előre, gyorsan intézte ezt, Tonali, ahogy behajította Leão, gyakorlatilag magára húzta az összes védőt, Rebicsnek volt helye befutni, 1-0 gól. Hát itt azt gondoltam, hogy ez egy óriási húzás, és vége a meccsnek. Na igen ám, 91. perc. Empoli szabadrugás, ugye Mike Maignan sérülés miatt nem játszhatott, Tataru Sanu védett. Hát gyakorlatilag Bayrami odarúgta, ahol Tataru Sanu állt, és gól. 91. perc, 1-1. Igen ám, de a középkezdésből, tehát a gól utáni középkezdésből, hát gyakorlatilag a Milán végigvét egy kontrát, Leónak kiment a labda, ő gyorsan beadta Krunicsnak a fejére, Krunic lefejelte Bayo Touré elé, aki berúgta. 2-1. Tehát, hogy... annyira beteg, hogy így vezetett vezetést a Milán. És a legvadabb csocsómeccseimet. A legvadabb csocsómeccseimre emlékeztet ez az egész, tudod, amikor már csak így ráncigálod a rudat, de valahogy bepattan. Na, ez egy kicsit ilyesmi. De hihetetlen volt, és utána jött az Empoli, és akkor utána volt egy labdaszerzése a Milánnak, de ez már a 96. perc, úgyhogy elvileg 4 percet hosszabbított a játékvezető, csak hát sok minden történt az alatt a 4 perc hosszabbítás alatt, és utána volt egy ilyen nagyon gyors labdajáratás, hogy előrevágás, Rebic indítja Leót, Leó végigviszi, beveri. Tehát gyakorlatilag így lett 1-3 az Empoli-Milán mérkőzés, aminek tényleg, ha valaki vissza akarja nézni ezt a meccset, az utolsó 15 percet, 20-at, mondjuk az utolsó 20 percet megnézi, bőven megvan, látott mindent, és tényleg óriási volt, de én nagyon-nagyon ki akarom itt emelni azt, hogy Piolinak milyen fantasztikus meglátása volt, és hogy néha jól jön az, hogyha a csatárod nem feltétlen siet vissza igazából helyezkedni, mert hogy ezt a szituációt gyakorlatilag ebből használták, hogy Leo nem feltétlen sprintelt vissza itt a védekezésben. Amikor annak idején elindult a Web 2 hajnalán, vagy nem tudom, az a Web 2 aranykorában az egész focis ilyen új hullámos közeg, amikor a Nusentrefordot olvastad, és beregisztráltál az egyik ilyen komment felületre, akkor emlékszem, hogy az egyik kedvenc nicknevem, vagy az ilyen avatarom az volt a neve, hogy bedobásnál nincs les, ezt használta ki. A másik az a tornyi barna, más az Isten. De hogy most érted, hogy honnan jutott ez nekem eszembe. Én bármennyire is vidám volt ez a pillanat, amit Dávid hozott, én sajnos egy nagyon szomorút készítettem most elő. Ugyanis Indonéziában történt egy elég komoly tömegszerencsétlenség. Biztosan mindenki hallott már róla. Hol állunk per pillanat? 125 halott és több mint 320 sérültnél.
ez minden idők egyik legnagyobb stadion tragédiája, ami történt most a múlt héten. Szó volt arról egyébként, amikor kirobbant a hír, hogy 174 halottról is szó van. Indonéz hírügynökségek ilyenkor azért szerintem nem túlságosan megbízhatóak. Nyilván azóta csökkent ez a létszám, de ez még így is rettentően magas. Ugye mi történt? Jáva szigetén, Indonéziában van két csapat, az Arema FC megverte a Persebaya csapatát. És két csapat között egyébként ilyen egészen intenzív rivalizálás ment az évek során. Az Aremának ez volt az első győzelme 23 év után. És az történt, hogy mivel megnyerték ezt a meccset, a szurkolók lementek a gyepre, és elkezdődött ott valamiféle ilyen dulakodás, lökdösődés, bármi, és a rendőrség elővette a könnygázt. És ami egyébként ellene megy a FIFA szabványoknak az ilyen előírt esetekre. Pánik, menekülés, őrület, fulladás, taposás, egészen szörnyű és egészen borzasztó helyzet. Az áldozatok között van egyébként egy 5 éves gyerek is. Bele sem merek gondolni egyébként, hogy milyen érzés lehet így hazajönni egy labdarúgó meccsről. Szörnyű helyzet, mert ugye a gond ebben az egészben az eszkaláció volt. És hogy alapból, mivel a kiinduló pontban is volt egy ilyen feszültség, erre jött rá még az, hogy akkor a rendőrség sem volt éppen a legkompetensebb. Ilyenkor kellett volna mondjuk egy kis tapasztalat, egy kis tömegirányítási készség. Én mindig ámulattal nézem az ilyen, tudod, ezeket az ilyen tömegkísérleteket, amik ilyen közlekedésmérnökök, meg mindenféle ilyen tömegpszichológusok szoktak végezni, hogy mondjuk egy pályaudvar hamarabb kiürül, hogyha mondjuk technózenét játszol be, mint hogyha mondjuk jazzzenét. Tehát, hogy ilyen típusú kísérletek. És hogy hát itt ilyen típusú tudásra lett volna szükség, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt egyébként a hatóságok nagyon elcseszték, miközben a prioritásnak pont inkább a deeszkalációnak kellett volna lennie. És hát ugye ez egy olyan pillanatban történt, ahol egy Indonéziában ráadásul, ahol ez egy nagyon fura ország futballisztikailag. És ugye a Guardiannek volt egy nagyon jó ilyen tudósítása erről, hogy most éppen mi a helyzet abban az országban. Gyakorlatilag egy olyan országról van szó, ahol a Persia Jakartának, tehát a fővárosnak több mint 100 000 bérletese van annak a csapatnak. Az elmúlt 10 évben körülbelül ilyen 75-re satszolják azokat a haláleseteket, amelyek a focihoz voltak köthetőek. És ez mint egy leszámolás, szurkolói rendbontás, összecsapás. 2015-ben a FIFA egy évre eltiltotta a válogatottat a szereplésektől, mert egy csomó ilyen hatósági dolgot nem tartottak be. A szövetség elnökét azt lecsukták annak idején még korrupció miatt, visszajött, újra jelöltette magát, megválasztották, és emiatt aztán a bajnokság ketté szakadt. És tehát hihetetlen, hogy mik vannak, és erről a meccsről is arról cikkeznek, hogy egy 38 000 férőhelyes stadionban több mint 42 000 helyet adtak el, tehát hogy már a nulladik pillanattól kezdve minden el volt rontva, és hát gyakorlatilag ennek a láncolatából lett az, hogy egy ilyen szörnyű tragédia megtörténhetett. Indonézia egyébként egy ilyen javuló tendencián volt, de hát ez a tragédia ez valószínűleg vagy egy új vágányra fogja terelni, vagy teljesen ki fogja siklatni ezt az egészet, amire most éppen ráálltak. Borzalmas. Ez európai fejjel teljesen felfoghatatlan, ami ott történt. Legláttam egy spanyol bajnoki meccset néztem, amikor megláttam a zászlót és a fekete szokásos jelzést itt a mérkőzés mellett, és akkor kezdtem utána keresni, mi történt, miért van kín az indonéz zászló. Rettenetes volt, amiket láttam, és egyetlen csapat győzelme soha nem érhet egyetlen ember életével se. Tehát, hogy ez egyszerűen felfoghatatlan. Dühös vagyok, amikor rágondolok, szomorú vagyok, amikor rágondolok, és forronganak bennem az indulatok, ugyanakkor meg sajnálok minden egyes áldozatot, akinek az életével kellett fizetni ezért az egészért, és a probléma az, amiről Krisztóf is beszélt, hogy félek attól, hogy itt nem lesz meg a felelős, el lesz mutyizva, hogy ki volt a felelős, és ez nagyon-nagyon rossz üzenet az egész futball világában, én azt gondolom, és nagyon szépek ezek a kiállások mindenhol, fekete karszalagok, Premier League-ben tényleg, de ez nem szabadott volna megtörténnie. Rettenetesek ezek a képek is, amikkel mi is jelentkeztünk, de ha felmentek az internetre, ott is rengeteg másikat találtok. Borzalmas, tényleg. Csak ezt lehet rámondani.
Na és akkor egy kicsit elvezzünk vidám a vizekre, ugyanis hétvégén történt egy Manchester City-Manchester United meccs, és elmondom neked, Dávidkám, hogy mitől Farmer League ez a bizonyos Premier League. Igen. Ugyanis találtunk egy, elfogtunk egy táblázatot, amely azt mutatja, hogy a Premier League történetében egyes játékosoknak hány meccs kellett ahhoz, hogy három, azaz három Mester 3-ost rúgjanak. És ebben a listában ugye szerepel Michael Owen 48 meccsel, meg ott van Ruud van Nistelrooy, Andy Cole, Luis Suarez, és hát most ott van Erling Haaland, akinek 8 meccsre volt szüksége ahhoz, hogy 3 mester 3-osig jusson. Nem akarok belemenni abba, hogy ez most mekkora projekciót vetít elő, de hogy ugye döbbenetes statisztika ez. Nyilván ez inkább egy ilyen vanity statisztika, ahogy szokták ezt nevezni, hogy ez a jó hangzik, de tulajdonképpen semmit nem mond. De hát ugye ez a meccs miről szólt? Az, hogy nem csak Erling Haaland szerzett egyébként Mester 3-ast, vagy ugye Phil Foden is. A második fél időt egyébként a Manchester United nyerte, a 6-3 ellenére. Tehát valahogy a statisztikák nem adják annyira vissza ezt, hogy 54% labdabirtoklás a Citynek. Nem. Tehát, hogy itt volt egy első 30 perc, ahol a City gyakorlatilag teljesen lemosta a pályáról a Unitedet, és a legmeglepőbb talán az volt, hogy mennyire nem volt meglepetés ez. Tehát nem volt semmi kiélezettség a levegőben, a pályán azt érezted, hogy csak az történik, amit a City hagy, hogy megtörténjen, és mintha időnként semmilyenféle szemmel látható gyengesége nem lett volna a Citynek. Amikor éppen hátrafelé gyorsabban kellett védekezni, akkor akkor érezted, hogy talán egy picit megfoghatok, de hogy egyébként nem. És, hogy, és ott van Erling Haaland, aki meg éppen most robbantja szét a statisztikákat. Uh-huh. Hát jó, hát ezt mondjuk ezt már tudjuk. Tehát, hogy akik igazán értenek hozzá, ők már mikor megmondták? Már a Community Shield-en megmondták, hogy ez a csáva egy igazi flop. Kapufát rúgott? Kapufát rúgott, érted. Most véletlen volt itt pár meccs, amikor háromszor belebotlik a labdába, érted? Tehát, hogy na, hát valaki ezt már mióta megmondta. Amúgy, tehát ezen a meccsen hihetetlen volt ismét Erling Haaland, és az a baj tényleg, amit te mondasz, hogy ez nem egy ilyen váratlan pillanat volt, hogy beleszaladt a United ebbe a nagy késbe, miközben tényleg azt lehetett érezni, hogy a Unitednek azért általában az elmúlt két, most már három meccset leszámítva, egész jól sikerültek az eredmények. A játéképe akkor is ilyen domináns volt a City irányába, csak hát az eredmények nem feltétlenül jöttek. A Unitednek meg jól sikerültek a kontrái. Hát az első 30 percben totális megsemmisítés volt, és persze mindenki Haalandról beszél, de Fodenről is kéne. Mert az első gól, hát az mi volt? Az hogy lehet úgy feltekerni azt a labdát gyakorlatilag? És elő lehet venni Eriksent, hogy hát nem követte le Foden mozgását a 16-oson belül. Hát igen, de hát úgy betekerte onnan, hogy De Gea-nak a kezét nem volt ideje fölemelni igazából. Hihetetlen volt a szintkülönbség, és gyakran mutogatták egyébként Erik ten Hag arcát, aki csak ezt lehetett látni igazából, de hogy az agytekervényeibe szívesen belehallgattam volna, hogy most éppen mire gondol, mert látszott, hogy hát nagyon ki van ő is bukva itt a játék képe látán. Igen, és hogy fura volt belegondolni abba, hogy tulajdonképpen mit akart a United, mert hogy én nem értettem teljesen az elképzelésüket, pontosabban értettem, azt nem értettem, hogy ez mikor tűnt valaha is potens elképzelésnek. Mert hogy adott volt a Manchester City-nél egy viszonylag tapasztalatlan védősor, Akanji meg Ake. Nem volt ott Rodri, hanem ugye Gündogan játszott irányító, ugye mélység irányítót, hatost, labdaszerző középpályást. Viszont középen a Manchesternél meg ott volt Eriksen, meg McTominay. Idegenben. És Casemiro a padon. És hogy gyakorlatilag ugyanazt a 11-et állította ki Erik ten Hag, mint amit legutóbb. Tehát, hogy ez a győztes csapatot ne cserélj le? Vagy ez, mi volt emögött az elképzelés? És hogy belegondoltam, hogy Casemiro fejében is így mi játszódhat le? Hogy gyerekek, tavaly én még B-et játszottam. Még döntőben nyertem. És ki van előttem? Scott McTominay? Most ez komoly? És érted, és akkor vannak ezek a kicsit ilyen hamis viták arról, hogy Erik ten Hag miért nem cserélte be Cristiano Ronaldo-t 4-0-nál, micsoda tiszteletlenség. Miközben meg nem, ez inkább, hogy a tisztelet jele volt. Tehát, hogy nem azért van ott, hogy 4-0-nál behozza és megalázza, és akkor ott vergődjön, mint a partra vetett hal, hanem az volt, hogy hát oké, itt van Cristiano Ronaldo, nem fogja becserélni ebben az adott helyzetben. Úgyhogy mindehhez képest meg ott a City, amelyik akkor volt pocsék, vagy akkor nézett ki rosszabbul, már pocsék nem volt ezen a meccsen, amikor éppen megunta a játékot. És hogy
Tehát a City olykor tudott gyorsan is játszani, akkor azt érzed, hogy wow, tudnak ilyen gyorsasággal is játszani. Wow, tudták temporizálni egy kicsit a meccset. Tehát ez a peak Manchester City, amit éppen most láttunk, és hát köztel meg a soraiban ez a bizonyos Erling Haaland, aki most tényleg mindent robbant szét. Abszolút. Még itt a meccsel kapcsolatban aztán utána beszélünk Haalandról is. Van egy kép, ami teljeng, ezt így berakom az én fejemre gyakorlatilag, és nagyon fontos az eredeti meg a hamis között különbséget tenni. Ugyanis itt tehát készült egy felvétel, még 1-0-ás hálásnál mutatták Maguire-t, ő van itt középen gyakorlatilag, akinek nagyon morcos arcot vág, majd utána ugyanerre a képre egyrészt rámontírozták Harry Maguire mosolyát, és megváltoztatták az eredményt is. Az alsó része az, ami terjeng gyakorlatilag itt a médiában, és ez nagyon-nagyon gonosz, szemét dolog, bárki is csinálta egyébként ezt. Nem olyan nehéz megcsinálni ezt egyébként Photoshoppal, tehát hogyha úgy van, akkor Krisztoffal összeülünk, megcsináljuk mi is 10 perc alatt, csak hát nincs nekünk kedvünk ilyesmit legyártani. Ez egy nagyon gonosz, nagyon csúnya dolog, szerintem érthetetlen, hogy miért akarnak Harry Maguire-ből bohócot csinálni. Igazából bárki, akár City szurkolók voltak, akár United szurkolók voltak, akár bárki más volt. Egyetértek. Zárójel, én mindig mondom, hogy felelősen kell fogyasztani az információt is, ugyanúgy, mint az ételt, diétázni kell, vigyelni kell arra, hogy mit viszel be. Oké, hogy az ember néha elkap mémeket, de vannak mémek, amikről tudod, hogy az azért mém, mert. És van ez, ami meg egy ilyen szándékos valóságtorzítás, és nagyon kell, résen kell lenni annál, hogy éppen most mi röhögsz, meg mi az, amit készpénznek veszel abban a helyzetben. Így van. Na de beszéljünk Haalandról. Hoztál egy táblázatot, egy grafikont igazából, ami a borítóképünk is, tehát itt most beteszem, és akkor megpróbáljuk értelmezni is ezt a dolgot, hogy mi a helyzet, mit keres itt Osimhen, Zané, Neymar, Openda, tehát gyakorlatilag mindenki egy helyen, kicsit jobbra Kylian Mbappé, tőle kicsit jobbra Robert Lewandowski, és mindenkitől elég távol Erling Haaland. Hát arra szerettem volna felhívni a figyelmet egyrészt, hogy Lois Openda mennyire jó csatár. Mert hogy Dávid egyébként volt nemrég egy Nemzetek Ligája, hát ilyen kampányon, és ott kérdezte, hogy te figyelj, mit lehet tudni róla, és beszélgettünk a Lens játékáról, majd egyszer azt is berakjuk egy ilyen 40 percbe kiegészítésnek. De amire szerettem volna rámutatni ezzel az ábrával, hogy Erling Haaland mekkora egy outlier, és hogy tényleg mennyire hihetetlenek az ő statisztikái. Ez a diagram azt mutatja, hogy az ő non-penalty XG-je hogyan viszonyul a ténylegesen lőtt góljaihoz, leszámítva a 11-eseket. Tehát mennyi az elvárt gólja, és mennyi a tényleges gólja, mindezt az egészet 11-esek nélkül. És ebből gyakorlatilag letisztogattam azt, hogy mit tenni, csak az első 30-at tettem rá erre a táblára, és ugye három név tűnik fel. Mbappé, Lewandowski és Erling Haaland. Ahol azt látod, hogy Haaland egyébként masszívan felül teljesíti az XG-jét, tehát hogy neki a valósan, ténylegesen meccsenként rúgott gólja, mert ugye ezek az adatok le vannak bontva 90 percekre, a meccsenkénti lőtt gólja azért magasabb, mint az elvárt, tehát vagy a várható gólja. Lewandowski ilyen szempontból egyébként jobb áll ebben az arányban, de hogy egész egyszerűen döbbenetes. Amikor arról beszéltünk, hogy Haaland már a Bundesligában is mennyire felül teljesített, és hogy mennyire lehet kritizálni amiatt, hogy hát tavaly még 0,92 gólt rúgott meccsenként, most meg ott tart, hogy 1,75-öt. Tehát, hogy még azt vártuk a Dortmund után, hogy jó, hát ez biztos vissza fog esni, most ehhez képest itt duplázza. Tehát, hogy rákontrázik. Már ott tartunk, hogy ilyen becsüléseket vonnak le, hogy akkor mit tudja, idén lehet, hogy 66,5 góllal fogja zárni az évet. meg hogy mindenki azt mondja, hogy mikor fog majd lassulni végre ez az arány, érted? És akkor Lionel Messinek volt egy 91 gólos szezonja, tulajdonképpen nagyon nem emlékszik rá a világ, mert Messi minden évben marha jó volt, és azóta is, ugye azért hozta ezeket a számokat, éppen nem 91-et, de mondjuk itt eljutott 50 fölé, 60 fölé, oké, jó volt, egy jó szezonokat így egymás után rakta. De Kevin De Bruyne-nél is ugye arról beszélünk, hogy most már kb. Ilyen 38 asszisztot ki fog osztani, hogyha ilyen tempóval folytatja. Úgyhogy ez hihetetlen, tehát hogy itt tényleg Erling Haaland az a fajta játékos, aki olyan, mint hogyha ő nem megszületett, ő egy tartályban keletkezett. ő tenyésztve lett, hogy olyan gólokat rúgjon, mint amilyeneket most is rúgott a hétvégén. És emiatt szeretném bevezetni azt a fogalmat, hogy Premier League tax. Mert hogy ha már volt olyan, hogy Bundesliga tax, érted, hogy gyengébb bajnokság, több gólt rúg, erősebb bajnokságban kevesebbet fog, hát akkor ez most megfordult. Premier League tax, javaslom, Révai nagy lexikonba felvenni.
Úristen. Jaj, itt emlékszem, amikor Bruno Fernandes Portugáliából a Manchester igazolt, mindenki mondta, hogy jó, hát majd amit azt tegyük hozzá azt, hogy ott azért a Premier League-ben el kell felezni ezeket a számokat, tehát ott is egy durván jobbakat hozott, mint amit bármikor hozott Portugáliában. De igen, Erling Haaland egy állat. És az látszott egyébként ezen a diagramon, még visszarakom még egy pillanatra, hogy tulajdonképpen itt azt mutatja meg, hogy kis helyzetből milyen gyakran rúgnak gólt ezek a játékosok, és hogy ezt nem egy meccsen teszik meg, hanem gyakorlatilag rendszeresen csinálják ezt. És Kylian Mbappé is már kilóg, Lewandowski iszonyatosan jó, de hát kanyarban nincsenek Erling Haalandhoz képest. És Lewandowski megint a Mallorca ellen úgy nyerte meg a meccset a Barcelonának, hogy egy nem helyzetből tekert Rajkovicsnak a kapujába. Tehát erről beszélünk, és Haaland meg ezt teszi meg gyakorlatilag rendszeresen. De hogy mitől ilyen fantasztikus játékos Erling Haaland, így azon túl, hogy tényleg szenzációs befejező, és a többi, én inkább ilyen apróságokat írtam föl, amik szerintem hozzátesznek az ő sikerességéhez. Mert az, hogy egy nagyon erős testalkatú és iszonyatos hosszú lábai vannak, szuper, tök jó. Megtanult már fejelni is, szuper, tök jó. De nagyon érdemes megfigyelni azt, hogy hogyan teszi arrébb a védőket saját maga mellől a beadás pillanata előtt. Ugye, tehát ahogy lehetett látni akár a Manchester elleni meccsen is, hogy hogyan küldte odébb, csak picit lökött rajta, odébb lépett, és már megvolt az a terület, amiből ő gólhelyzetbe került. Rendkívül jól válik le a védőkről egyébként. És van egy ilyen tipikus mozgás a Haalandnak, hogy kocog, 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 és hirtelen rá kell sprintelni, és ezt olyan ütemben csinálja meg, tehát úgy vált kocogásból sprintelésbe, hogy az szinte lehetetlen lekövetni védőnek, hogy kocog, 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 sprint, sprint, uha, addigra már ő neki egy méter, másfél méter előnye van gyakorlatilag előre. Védekezésben azért nem olyan kiemelkedő, nem tesz hozzá annyit, de a zavaró lepüléseket megcsinálja, és a fedező árnyékokat azokat nagyon szépen lefedi igazából. Tehát, hogy ő nem fog labdát szerezni valószínűleg az ellenfél térfelén, de folyamatosan ügyel arra, hogy lezárja a mögötte levő középpályásokat, amikor labda kihozatal van. Nagyon jól fedezi a labdát kapunak háttal. Tehát, hogy esélytelen, hogy bárki hozzáérjen ahhoz a labdához, a hosszú lába miatt, az erős testalkata miatt, meg ahogy forog a labdával, tehát tulajdonképpen felpassz-visszapassz kombinációkra rendszeresen képes. Tehát hihetetlen igazából. És amiben szerintem baromi sokat fejlődött erre a szezonra, az pont ez az, hogy mikor kell odaérkezni a labdákra. Ebből láttunk szerintem egy csomó kulcspillanatot a United ellen, vagy láthattunk igazából bármikor a Premier League szezon kezdete óta, hogy úgy érkezik, hogy arra nincsenek szavak. És ami nagyon fontos, hogy lehet mondani, hogy persze, Benzema baromi jó csatár, igen, de azért van neki gyenge pontja. Kylian Mbappé baromi jó csatár, de azért van neki gyenge pontja. Lewandowski baromi jó csatár, de azért van neki gyenge pontja. Erling Haaland baromi jó csatár. Tudunk gyenge pontot mondani? Igazán gyenge pontot? Nem. Hát talán idén a legjobban ellene a Bournemouth védekezett, szerintem. Egy olyan Bournemouth, amit egyébként a City kb. 4-0-ra vert meg. De azon a meccsen Haaland játszott, egész jól ki tudták venni. Ha nagyon leszűkítik körülött a területet, az neki nehéz, tehát hogy ott onnan nehezen tud érvényesülni, szűk, lefogott helyen nehezebben tud lubickolni. Mert annyira nem tud jól elmozogni, de hát még így is ki tudja használni a feljátékát, a fizikai dominanciáját, egy-két embert leválaszt magáról, de értem, hogy mire akarod ezt kifuttatni. De igazából a másik dolog, ami miatt ilyen iszonyatosan eredményes a Cityben, az, hogy amellett, hogy ő is zseniális, és tovább fejlődött még jobban, a City is, tehát Guardiola is átalakította a játékát arra, hogy még inkább Erling Haalandra legyen gyakorlatilag kihegyezve az egész támadójáték. Ez egyébként látszik a góloknak az eloszlásán is, vagy azon, hogy már ez mennyire gólképtelen például, aki korábban nagyon jó volt. És hogy ez mind egyszerűen így csúcsosodik ki gyakorlatilag abban, hogy Erling Haaland 8 meccs alatt már 3 mesterhármas tud maga mögött, és már... gyakorlatilag már nem is lehet sejteni, hogy bárki el tudná tőle venni az európai aranycipőt, még csak akkor, hogyha itt bármi sérülés történik. Igen, meg hogy ugye te ezeket az egyéni kvalitásokat emelsz ki, de hogy csapatszinten is szerintem érződik az ő hatása, hogy felszabadítja egy kicsit a többieket. Tehát, hogy azt érzed, hogy azzal, hogy mondjuk ő folyamatosan ott van a 9-es pozícióján, visszamozog, befut, területet fed le, leköt védőket,
Azáltal a többiek is jobban tudnak érvényesülni, mert esetleg mondjuk jobban tud nyitni területet egy Phil Fodennek, aki mondjuk cipeli a labdát, egy De Bruyne-nek, akinek igazából lehet, hogy abban a helyzetben, amikor tavaly mondjuk nem volt ott egy 9-es, neki lehet, hogy még jobban fel kellett volna cipelnie, ehhez képest inkább észreveszi, beteszi, és oda tud érni. Tehát, hogy ez a, mindenki mondja izét a Hollandról, hogy Terminátor, meg nem ember, ennyire jó, tehát ez van. És hogy mindezek mellett meg egy, van egy szerintem ilyen leadership effekt is, amit szerintem nagyon sokszor egy ilyen televíziós szakértéseknél szokták ezt mondani, hogy nincs vezér az öltözőbe, meg ki az, aki ógat, vagy tudom én. És hogy ha belegondolsz, azért szerintem ez tényleg kell egy öltözőbe. És a Manchester City-nél is azt érzed, hogy amikor mondjuk gond van, ki az, aki tényleg feláll, elmondja, hogy mi van. És ezen a meccsen is, 4-0-nál, Hollandnak volt egy pillanata, amikor így mondta többieknek, hogy amikor a Manchester United is elkezdett visszaállni és kontrákra berendezkedni, és egy kicsit elkezdték felborítani a tempót. És az volt, hogy na, ugyanolyan gyorsan kezdjünk el játszani, és a City meg belement. És Haaland visszafordult, és mutatta a többieknek, hogy gyerekek, lassan, nyugi, kontrolláljuk a tempót. Mert ha most olyan gyorsan akarunk játszani, mint a United, akkor nekünk végünk. És nekünk nem kell belemenni ebbe a játékba. És hogy érted, hány éves? Tehát 22? És ennyi idősen már van benne ez az érettség, szerintem ez egyfajta ilyen vezéri, hogy mondjam, értékre is rámutat. Ami nekem a kedvencem az, hogy mindaz az egyéni paraméter, amit te is mondtál, a kedvenc statisztikámat elmondhatom Haalandról. Van a Guinness rekordok könyve. Annak van egy ilyen társ szerzője, ez az International Age Records, ami arra mutat rá, hogy adott korosztályban mik a rekordok. Erling Haaland 2006. januárjában, 5 évesen, 1,63 métert ugrott helyből háttal. 5 évesen, 1,63 méter. Ő tartja a világcsúcsot ebben a kategóriában, egy 5 éves által helyből távolugrásban. És ez valahol egészen hihetetlen. Erre mondtam azt, hogy tényleg nem megszületett, hanem tenyésztették, hogy ő egyébként egy ilyen sportos családból származik, az apja ugye focizott, az édesanyja is, egy norvég atléta, azt hiszem 7 próbázott, és ott volt bajnok a 90-es években. 14 évesen azt akarták, hogy kézilabdázon, kipróbálta a síkfutást, a kézilabdát, ő is atletizált, és hogy mindezek mellé ők bejönnek egy ilyen gyógy. Tehát, hogy látszott, hogy kipróbált már néhány sportot, és ez szerintem néha a testtartásán, a felépítésén is látszik. Másrészt meg Dortmundban, amikor ő megérkezett, akkor szokták csinálni ezeket a gyorsasági ilyen méréseket. És az Arsenalnál is mindig volt ez, hogy Theo Walcott volt a leggyorsabb egy időben, aztán őt megdöntötte ugye Hector Bellerin. És ugye a Dortmundnál az volt, hogy Erling Haaland a 60 métert 6,64 alatt futotta. Ezzel egyébként egy fedett pályás világbajnokságon döntős lett volna. És a világ rekord az, hogy 6,34, tehát ugye 6,64 versus 6,34. Tehát, hogy ilyen atlétikai felépítése, mellette még gyors is, hihetetlen a fesz távolsága, a nyújtása, a terjeszkedése, a terpeszkedése, és az ilyenekből lesznek az ilyen gólok, amikor De Bruyne észreveszi, beteszi, de még oda tud érni Haaland. És ez az, ami tényleg hihetetlen, amikor ez a kettő együtt találkozik. A játékvízió, meg ez a tényleg, amikor atlétikailag így azt érzed, hogy így a csúcsokat feszegeti. Ez a kettő találkozik most a Manchester City-nél. Na és akkor beszéljük egy kicsit az Interről, az Inter Milánóról, Dávid, itt már kielégítő. Jó, de Dávid, ha azt hiszem, beszéljük az Inter Milánról, akkor az megtéveszti a nézőinket, érted? Akkor azt hiszik, hogy de hát a hétvégén az Inter a Rómával játszott, ezért mondom. Persze, blablabla, bla, bla. Igen. De mert hogy egyébként az Internél vannak gondok Milánóban, de csak az Internél. Mert hogy jelenleg 9-ek, és egyébként masszívan alul teljesítenek XG-XGA alapján, tehát kellene, jobban kellene állniuk, mint ahol most vannak, de egyébként az utolsó 6 meccsüket megnéztem, 2 győzelem, 0 döntetlen, 4 vereség. És ugye legutóbb történt egy meccs, Inter-Róma, 1-2, majd erről mindjárt beszélhetünk, hogy milyennek láttad azt a forgatókönyvet, de hát ugye volt egy Federico Di Marco góljával egy vezetés, aztán utána jött Dybala, aki kiegyenlített, és hát jött Chris Smalling, VB kampány üzemmódban. És egyébként most egy zárójel, annyira ne lepődjünk meg, hogyha mostanában látunk olyan játékosokat, akik VB üzemmódban vannak, és egy kicsit így túl játsszák a szerepüket. Ugyan túl akarják a pályán, túl akarják mutatni, hogy
már pedig nekik ott lesz a helyük az a, abban a VB keretben. Én ezt az elmúlt, amikor kezdődött a bajnokság, én ezt nagyon láttam Wesley Fofanán egyébként, amikor még a Leicesternél volt, és hogy közelébe került a francia válogatottnak, és hát ugye akkor még le se igazolt a Chelsea, és ott nagyon-nagyon meg akartam mutatni, és most én Smallingon is egy kicsit ezt éreztem, zárója bezárva. Elvesztették ezt a meccset, de egyébként az Inter elvesztette nemrég a Derby della Madonnina az AC Milan ellen, ugye 3-2-re. Az Udinézétől kaptak egy 3-ast, ugyanúgy, ráadásul úgy, hogy szintén vezettek. Maurizio Sarri Lazio-jától is kikaptak 3-1-re. És mindezek mellé még jön most egy Barcelona elleni oda-visszavágó. Úgyhogy valami most bűzik Milánóban, és ennek akartunk egy kicsit így a mélyére ásni. És az igazság, hogy nem lehet rámutatni egy valamire, hanem sok apróság van, szerintem, hogy összeadódik, és abból következik így gyakorlatilag ez az egész. És szerintem érdemes kicsit a meccsnek a sztoriával kezdeni, ott ugye gyakorlatilag, szerintem az Inter jól kezdett. Ugye volt egy Dzeko meg nem adott gól, vagy es miatt visszavont gól, aztán Di Marco, hát mondjuk szerintem az kapus hiba volt, de mindegy, de végül szerzett Di Marco szerzett vezetést. Hát Dybala rúgott egy óriási gólt, úristen Dybala, fantasztikus volt, és ilyen Smalling egy pontrugás után szerezte meg a győztes gólt a Rómának. A probléma az, hogy megint vezetett az Inter, már megint, és megint nem tudta megtartani az eredményét. És itt erről már talán beszéltünk valamelyik hot topikban, hogy Inzaghi azért ezzel komoly problémákkal küzdik, hogy nem mindig sikerül neki megtartani az eredményt. Szerintem ez az egyes számú probléma. És most itt el lehet dönteni, hogy akkor hátulról előre, vagy előről hátulról nézzük a dolgot, de most előről kezdeném a problémákat. Az az igazság, hogy hiába jött Lukaku, nem jöttek meg a gólok, gyorsan megsérült, és Lautaro Martínez pedig hozza gyakorlatilag azt a formáját, amit tavaly is láttunk, hogy vannak hetek, amikor ilyen csúcsformában pörög, aztán meg csúcs alul teljesítés, vagy csúcs semmi góltermelések szempontjából. A gólok számából eltűntek Csalhanoglunak a góljai és gólpasszai. Egy gól passzal áll eddig a szezonban, tehát tavaly ilyenkor már ilyen négy környékén volt. Nagyon-nagyon fontos, de nem olyan látványos dolog, a pontrugások. Az Inter volt, nemhogy a Serie A, hanem az egész európai mezőnynek a legjobb pontrugás specialistája. Mint támadásban, mint védekezésben, de támadásban egyértelműen kiúróak voltak. Csak tavaly a pontrugásokat nézve, nem számolva a 11-eseket, 13 gólt szereztek a bajnokságban, 13 gólt, idén eddig 2-t. Most ha időarányosan számolom, akkor itt most ilyen 4-5 gólnál kéne már tartani. Eddig ebből 2-t sikerült összehozni. És akkor a védekezés tekintetében azért az nekem nagyon látványos, hogy Skriniar mennyire formán kívül van. Csak hát hány gólt kaptak róla eddig, ami így biztos, hogy az ő hibája volt. Én kettőre simán rámerném mondani, hogy az tuti, egyértelmű az övé volt. De valahogy nincsenek meg azok a labdakihozatalok sem abban a minőségben, amit eddig látunk, hogy felhozza a labdát, és akkor és megy a sztori. Nincs meg. Ezen a meccsen egyébként Brozovic sem játszott. Meglátjuk, milyen hosszú lesz a sérülése, most egy eltiltás miatt semmiképpen nem játszhatott. És akkor ehhez hozzátenni még azt, hogy még mindig Handanovic véd, mikor ott van Onana a kispadon, és Handanovicnak a possot XG mutatóját megnéztem, hogy mennyire gáz. Nagyon. 8,7-es possot XG-re kapott 13 gólt. Tehát mondjuk, hogy nagyjából 8-9 gólt kellett volna kapni, és kapott 13-at. Brutál. Pálya ördögei megvan? Persze, hogyne. Abban a rajzfilm sorozatban mindig imádtam az olyan gólokat, amikor tudod, így csatán nagyon eltalálja, fél órát pörög a labda, és tudod, a kapusi megfogja, de azért még így 30 percig végig megy, és úgy esik be a kapuba, tudod, hogy a labdával együtt. Na, Dybala gólja egy kicsit ilyesmi volt egyébként, hogy Handanovic így gyakorlatilag keresztezett, tehát hogy át nyargalt az egész alapvonalon, és Dybala szépen kilőtte azt a sarkot, de hogy Handanovic nem az, hogy visszalökte, hanem gyakorlatilag, hogy még elérje, még inkább a kapu befelé mozdult, hogy valahogy úgy kiüti talán, és ebből lett az, hogy olyan volt, mintha Dybala kb. Így belőtte volna Handanovicot a labdával együtt. Borzasztó. De és ez azért borzasztó, tudod miért? Mert hogy először mondjuk úgy, hogy bedöltem, vagy mondjuk, hogy kicsit hittem azoknak a gondolatoknak, hogy onnan a régen játszott, kell neki idő, míg játékba lendül. Csak aztán láttuk a Bajnokok Ligájába védeni. Ennek a csávónak nem kell idő, hogy belelendüljön a játékba, ez benne van a játékba, és mennyivel hasznosabb, hogyha ő indítja meg a labdakihozatalokat, és baromi jól véd.
Csak hát Handanovic egy olyan karakter, akit nem ültethetsz a kispadra, mert szétcseszi az egész öltöző hangulatát. Igazából itt tartunk, és szerintem ez a sok-sok apróság, ami mind picike, aprócska dolog, ez mind összeadódik egyben, és ennek köszönhető az, hogy az Inter jelenleg a 9. a bajnokságban. Miközben, hogyha azt nézzük, hogy az advanced stat mutatóikat, amiket te is mondtál, XG, XGA és társai, a negyedik legjobb XG-jük van nekik, ez sem feltétlenül kiemelkedő, de azért a 9. helynél jobb. És a 3. legjobb az XG-a mutatók, tehát a 3. legjobb az advanced statok alapján a védelmük, tehát ezt brutálisan alul kapják, és ennek hát részben a belső védők bénázásai, és egy nagyon nagy szelet a tortából, az Handanovic gyakorlatilag. Tehát ha azt nézzük, az advanced statok alapján azért ott a BL helyek környékén kéne mozogniuk, de csak a 9-ek, úgyhogy ehhez még hozzájön, ehhez a sok-sok aprócska dologhoz még a pech faktor is. Igen, ez a pech faktor, ez nekem mindig olyan, hogy ez értelmezhetetlen. Mi az, hogy pech? Mitől van peched? És hogy ilyenkor szeretek egy kicsit mélyebbre ásni, és hogy az Inter tavaly remek volt, és bennük volt nagyon sokáig, hogy meg is nyerhetik a bajnokságot. Egészen addig, amíg el nem jött az a bizonyos derbi Milánóban, vezettek, és aztán ott történt egy trendforduló, és pont gyakorlatilag elvesztették. És azóta ott van az Inter, hogy ők elvesztettek egy Scudettót. És azt szerintem most is ott van az ő fejükben, és valószínűleg ez is egy kicsit kihat rájuk. Mindezek mellett nem kapták meg ugyanazt a fizikai felkészítést, amit korábban akár egy Contéval, ami gyakorlatilag akkor egy ilyen olajozott gépezet volt, és arra érkezett meg Inzaghi, aki egy kicsit erre is építve, meg ezt egy felfejlesztve valahogy ki tudta használni, de hogy közben meg kikopott ez az egész dominancia benne. Amikor azt érezted, hogy oké, Conte hozzáállása, ez a dirty goal, dirty win. Tudod, hogy ez oké, ha kell, nem túl tiszta eszközökkel is meg fogjuk nyerni ezt valahogyan. És tök jó egyébként, hogy behoztad ezeket az egyéni statisztikákat, mert én is találtam egy ilyet, hogy Perisicnek a hiánya, az miben érződik leginkább, ő volt az egyetlen, vagy talán az a játékos, aki talán legjobban tudott érvényesülni egy az egy elleni helyzetekben, a cselekben. És direkt megnéztem ezt, hogy az Inter jelenleg sikeres cselekben az utolsó előtti helyen áll, a Bologna előtt egy picivel. Tavaly ebben a sorrendben ők negyedikek voltak. És ez szerintem nagyon ijesztő, és nagyon red flag, mert hogy egyébként ez az arány, ez úgy jön ki, hogy alapból nagyon keveset próbálkoztak, és abból is nagyon kevés sikerült. És ez valamennyire tavaly is megvolt, és a tavalyi csel próbálkozásaiból Perisic volt az, aki rengetegszer próbálkozott. Tehát, hogy ő adta ezt a hatalmas nagy arányt, amivel még javította ezt a számot. Gyakorlatilag ezt kivetted, és most ott tartasz, hogy mintha nem lenne olyan játékosod, aki valamit tud akkor kezdeményezni, amikor egy kicsit ég a ház. Amikor azt érzed, hogy egy Rómában ott van Dybala, meg Zaniolo, ott van az AC Milannál Rafael Leao, Juventusnál most lehet mondani, hogy Di Maria most éppen ott van, nem játszik, oké, Chiesával is nagyjából hasonlót tudsz kapni, Napolinál Kvaratskhelia, Raspadori, még a Sassuolónál is azt érzed, hogy egy Berardival van egy olyan játékosod, aki egy kis káosz bele tud vinni. Viszont az Interre szemben most, hogyha jön egy ellenfél, aki lefogja őket, és kontroll alatt tartják őket, kész, vége, semmi. Nincs senki, aki egy kicsit áttörni ezeket a vonalakat, aki egy cser révén egyfajta létszámfölényt tud kialakítani a bája bizonyos szakaszain, és ebből van az, hogy az Inter körbe passzol. És akkor az lesz, amit te is mondtál, hogy nincs ez a kihozata, hanem az, hogy ez a meddő mezőnyfölényén próbálkozás, de nincsen semmi friss, nincsen semmi új. És mindezek mellett egyébként nekem még Simeone, vagy Simeone ezt nyomtam egy várhíd itt. Szóval, hogy Simeone... Tehát, hogy Pippo Inzaghinak itt nincsen Pippo Inzaghinak egyébként vannak stikái, de a tesónak is vannak stikái. Márpedig ez az, amikor sárga lapot kap a csapata. És lefogadom, hogy szerintem Inzaghinak van egy fitbitje így a karján, amikor a játékosa besárgul, akkor ott rezeg neki a karján. Ebben biztos vagyok. Mert hogy egyébként Inzaghi nagyon szereti a valószínűségeket figyelni, vannak ilyen stream statisztikái, amiket így meccs közben is kap, és az alapján próbál döntéseket hozni, de nagyon látványos az, hogy amint egy játékosa besárgul, ő próbálja levenni a pályáról. Mert hogy ő ebben túl nagy kockázatot lát, és szerintem ez emiatt egy kicsit túl is gondolja a meccs terveit. Mert az Udinese ellen néztem, volt egy nemrég, Mkhitaryan 21. percben besárgult. A 30-ban lecserélte. És oké, látszott az, hogy ott még az egy kettős csere volt, ott Bastonit is lehozta,
De hogy látod, ott, tehát, hogy történt ott egy szerkezetváltás. De hogy azt láttad ebből, Bastoni lejött, marha ideges volt, rá se nézett Inzaghira, és ott vagy, hogy egyrészt, amikor ennyire hamar cserélsz, akkor valószínűleg valamit elszúrtál a meccs terveddel, aztán utána nagy nehezen felkapják a fonalat, csak hogy ezzel egyrészt veszítesz egy cserét, értékes perceket veszítesz, és hosszú távon meg ott vagy, egy kicsit összezavarod a játékosaidat benne, és hogy azt néztem, hogy ott volt Gosens a kispadon. Gosens, érted, akit elvileg Perisic helyén be lehetne építeni, és azt mondani, hogy figyelj, ő az új Perisicünk, kész. Ehhez képest Gosens nem nagyon játszik az Interben. És amikor Bastoni lejött, akkor az első ember, aki lepacsizott vele, az Gosens volt. És hogy egy kicsit azt érzed, hogy lehet, hogy már az öltöző is kezd Inzaghi ellen fordulni, amikor játékosok már így egymásban tartják a lelket, amikor ilyen döntések születnek. És sajnos én azt látom, hogy Inzaghiban benne van ez, hogy túl gondolja, túl sokat cserél, rengeteget változtat, és emiatt inkább több zavart okoz a fejekben, mint sem stabilitást a pályán. Szerintem még azért nincs ekkora baj az Internél, hogy már az öltöző is esetleg ellene fordulna. Én csak tendenciákat látok. Nem azt mondtam, hogy az öltöző ellene fordul, csak szerintem ezek árulkodó jelek. Itt a sárga lapokra kitérve, tehát ha Láció edzője voltál néhány évig, akkor ezt tökre megértem, hogy van egy ilyen potoszkáló valami, hogy sárga lap, akkor ebből lehet piros is. Szóval, de viccet félretéve, szóval nagyon jó helyen kapizsgálsz, amikor Perisic hiányát hozott fel, és én azt gondoltam, hogy amikor tavaly télen Gosens megvették, hogy na, akkor itt egy vetétás a Perisicnek, és majd meglátjuk, hogy melyikük fog többet játszani. Mert hogy a Perisicnek iszonyatosan kiugró szezonja volt. Hát és hogy nem sikerült megszorongatni Perisicet, ez látványos volt, és akkor azt vártuk, hogy na majd akkor most. Hát de most is inkább Di Marco játszik, de Di Marco meg az a típusú játékos, aki hát egy ilyen Jolly Joker, mert ugye a baloldali belső védőt is tud játszani, meg szárnyvédőt is tud játszani, és tudom, hogy most gólt is szerzett a Róma ellen, de hogy alapvetően nem egy ilyen támadó gépezetű játékos, hanem ő neki inkább a passzai jók, inkább az átlövései jók, főleg a pontrugásai nagyon jók, meg védekezésben nagyon aktív, és ott kifejezetten jó. De nem egy ilyen támadó típusú szárnyvédő, mint amilyen Perisic volt. És Dumfries a másik oldalon szintén nem az, aki az, ő Dumfries az, aki jól érkezik, nem az, aki jól viszi fel a 16-oson a labdát, vagy aki jól adja be a túloldalra a labdát, hanem ő az, aki érkezne a beadásokra, csak hát balról nem nagyon jönnek ezek a beadások, és ennek a látványosságát látszódik. Szóval így összeadva ezeket a kis apró dolgokat, szerintem ez azt jelzi, hogy előbb-utóbb lehet, hogy nagy baj lesz az Internél, de szerintem nem kell elrántani a kormányt, és Simone Inzaghit kivágni a kukába, és egy másik edzőt keresni, de itt azért bőven vannak dolgok, amiket rendbe kell rakni. Az, hogy jön itt a Bajnokok Ligája, és mire ez adásba kerül, már le is ment itt az Inter-Barca mérkőzés, ez viszont nagyobb gond lehet, hogyha ott nem sikerül nekik a BL 16 közé kerülni, és is jelenleg hát nem áll jól a szénájuk ilyen tekintetben. Na figyelj, Dávid, most a vége a műsornak, figyelj, elolvasok, hogy milyen kommentek vannak, jó? Mert egyébként 90%-ban nagyon pozitív, de van az a 10%, amiről szerintem most beszélni kéne. Na, hajrá, beszéljük át. Nézem, figyelj, okay. Ilyenek vannak. Régen minden jobb volt, Inter tagadók. Jaj, mindig csak Haalandot fényezitek. Hol van Egri Viktor? Mikor lesz már tenisz műsor? Mikor kerül már le Dávidról a kalap? Mi?